Szabóné Kis Erzsébet vagyok, a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerjédi István technikumának volt igazgatója. A pályaválasztásomban rögtön az első tanítóim már nagyon fontos szerepet játszottak. Én az iskolai tanulmányaimat egy nagyon kicsi tanyasi iskolában kezdtem meg, ahol egy pedagógus házaspár volt az életünk része. Azt gondolom, hogy az elmúlt több mint 42 évre, ha visszatekintek, akkor azt mondhatom, hogy boldog ember vagyok, mert hogy végig azt csinálhattam, ami számomra a legfontosabb volt, amit én már kisiskolás koromban kitűztem magam elé, hogy én tanítani szeretnék. Számomra a tanítás volt a legfontosabb szintér. A megújuló energiámat is abból tudtam mindig feltölteni, amikor a tanításba be tudtam kapcsolódni. Számomra vezetőként a legfontosabb az volt, hogy mind tanulónak, mind a kollégának, a tanárnak, mind a szülőnek jó érzés legyen belépni az iskolában, elégedett legyen az ott folyó munkával, biztonságban érezze magát, és mindenképpen megkapja azt a fejlesztést, amivel előrébb tud jutni, a szülő elégedetten vigye majd tovább gyermekét. Azt gondolom, hogy sokat segített nekem ebben a kiteljesedésben az is, hogy én egy olyan házasságban éltem 27 évig, ahol mindketten el tudtuk érni azt, hogy úgy tudtuk egymást segíteni, hogy mindkettőnknek megmaradt a saját egyénisége. Végtelen nagy ajándéknak tartottuk a sorstól, hogy úgy tudunk dolgozni a munkánk egyben, a hobbink is mindkettőnknek, és ezt nagy szeretetben, harmóniában és elégedettségben tudtuk tenni. Akkor, amikor néhány évvel ezelőtt úgy alakultak a fájdalmas és szomorú életsorsok, hogy egyedül maradtam, ez azonban nem a magányt jelentette számomra, mert hogy a szeretteim továbbra is velem vannak, és egy olyan nagy, több százas közösség vesz engem kezdettől fogva körül, hogy ez mindenkor a boldogság perceit jelentette számomra. Minden nap oda tudtam tenni a tükröt magam elé, és vissza tudtam kérdezni, hogy milyen napod volt, hogy kezded a holnapot, és mindig pozitívan tudtam kezdeni, mert hogy minden nap okozott és adott szépséget és örömet nekem. Azok a kedves kollégáim, és különösen a főigazgató úr, aki ebben közreműködött és felterjesztett engem erre a kitüntetésre, most így visszagondolva a meglepetés utáni helyzetet értékelve, hát végtelenül boldog vagyok, hogy én egy ilyen kitüntetést kaphatok meg, amelyben talán mégiscsak benne lehet az, hogy ez a 37 év valóban Szekszárdért is volt, és Szekszárd ifjúságáért, és azért, hogy mindenki elégedett legyen. Ez a kitüntetés számomra a meglepetés csúcsa, és az életem csúcsa is. Igen.